Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, izgalmas volt ez a kis bejárás a toronyba. Mindenkinek köszönöm a vállalkozó kedvet, hogy ebben az elég nedves időben erre rászánt a vállalkozót. Tehát a lényeg az, hogy a szolnoki művésztelep egy nagyon izgalmas helyen fekszik, a Szolnoki Várban. És 2015-ben, 8,5 éve ezelőtt volt egy izgalmas eszmecsere. Kezdődött egy eszmecsere arról, hogy hogyan lehetne ezt megjeleníteni. Emlékszem, az előadók Árpi is, aki utánam fog beszélni, Verebes Gyuri, többen Kertészné Zsuzsa itt voltunk, szakemberek, és hogy találjuk ki ezt a helyet, hogy hogyan lehetne itt és mit bemutatni a jövőben. Emlékszem, parázs viták is voltak, különböző álláspontok ütköztek, és négyszer-ötször találkoztunk körülbelül, úgy emlékszem, és végre egy konszenzuális döntés született, egy javaslatot tettünk le a városvezetés asztalára, és ennek szellemében mindenki tette tovább a dolgát, és én voltam az egyik legmeglepettebb az év szeptemberben, amikor kaptam az értesítést, hogy a városvezetés egyhangulag elfogadta ezt a javaslatot. Ez egy óriási döntés volt szerintem. Polgármester úr nincs itt, de távolítében is hadd gratuláljak neki, mert ugye a művésztelep az 1902 óta itt van a vár közepén, viszont és mindenki tudta, hogy itt volt egy vár, a művészek is tudták, már az alapítók is, nem véletlenül, amikor kimentünk most a kortárs toronyhoz, amit Álmosdi Árpád és Csendes Mónika tervezett, itt elmentünk az 1905-ben tervezett és épített torony mellett, amit még Fényes Adolfék építettek, és ott jöttek össze, megidézték ezt a várat a maguk módján, nyilván kicsit romantikus eszközökkel, de a szolnoki vár az nem volt látható. Elbontották, eltűnt, elpusztult, és legutóbbi időkig sok olyan elképzelés látott szakmai körökben is napvilágot, hogy nem is érdemes kutatni, hiszen túl mélyen vannak a lehetek, meg túl töredékesek, és nem is tudjuk, hogy milyen volt ez a szolnoki vár. Úgyhogy rengeteg kihívással szembesültünk, amikor végülis az a konszenzuális döntés született ezen a szakmai megbeszélésen, hogy a szolnoki várt is be kell valahogy mutatni. Most jövünk a toronyból, nyilván a bemutatásnak ez lesz a színtere, erről bővebben Álmosdi Árpád fog és Csendes Mónika beszélni. Én pedig azt a szakmai tartalmat szeretném most röviden érzékeltetni, hogy milyen is volt ez a szolnoki vár, hol jött létre ez a szolnoki művésztelep. Még egy, mielőtt belefognék ebbe, szeretném elmondani, hogy amikor 2002-ben újra alakult a művésztelep, és a Verebes Gyuri az első alapító között ugye itt elkezdett dolgozni. Az a legelső műalkotását azt úgy alkotta meg, hogy készült ez a most már általának nevezett összművészeti rendezvény, és ő készített egy alkalmi grafikát, és minden egyes ide látogató kapott ebből a grafikából. Az volt a címe, hogy Angyalok a szolnoki művésztelepen, és ezek az angyalok a művészek voltak, akik az 1905-ben létesített torony előtt dolgoztak. Akkor vágjunk bele. Itt vagyunk a Várszigeten. A művésztelep, ez a nagyon szép zöld terület, amit ugye Zagyva és a Tisza határól. Eredetileg egyébként ez egy sziget volt valójában. A MÁV kórház területén található az a meder részlet, ami a Tiszába torkolt, és ezt teljesen körbevette a folyó, ezt a részt. Tehát a Jóisten is arra teremtette ezt a területet, hogy ide egy várat építsenek. És itt voltak várak, ez egy 18. századi vár, amikor még látszik, hogy a Zagyva, a meder mindkét szakasz aktív, és a Tisza látható déli oldalról. Ez egy 17. század végi szolnoki vár, amik a törököktől foglaltak vissza, és egy 16. század közepi szolnoki vár, amit a török ellen építettek a keresztények, és ugye ez
mintegy 10 napos ostrom után foglalták el. Ez egy vázlat tulajdonképpen, egy olasz építőmester készítette. És így néz ki a domborzata ennek a területnek, tehát lehet látni, hogy a mostani vártemplom térsége az a legmagasabb rész, egy ilyen háromszög alakban, és a többiek azok, a többi része egy laposabb, kevésbé tagoltabb. Azonban rendelkezünk a Várszigetről talajmechanikai fúrásokkal, amik alapján a Vársziget két markáns része tagolható. Van egy ilyen keleti rész, a sárga rész az a magasabb térszíneket mutatja, és van az Agyva-Tiszai torkolatánál egy másik sziget. Tehát eltéleg két szigetből állt ez össze, és tulajdonképpen az 1550-es évek közepén, amikor épült a keresztény végvár a török ellen, akkor egy spanyol tábormester, bizonyos Bernardo Villela de Aldana betemeti ezt a részt, és összevonja a két szigetet, és alakul ki a ma is ismert egységes Vársziget. És bizony itt a pályázatok eredményeképpen több épület is épült a szolnoki művésztelepen, és mi régészek a beruházásokat megelőzően régészeti feltárásokat végeztünk, összesen 8 helyen, és a művésztelep délkeleti sarkában található részen található harmadik szelvényünk volt a legnagyobb, ez több mint 1000 négyzetméteres terület volt. Dolgoztunk kisebb szelvényekben a Tisza mellett is, a Gutenberg téren, illetőleg a Várkapu látogató központnak is feltártuk a liftaknáját, és ott is találtunk vármaradványokat. De összességében a művésztelep területére koncentrálódott a piros színnel jelzett felületek is jól mutatják a régészeti kutatás. És itt látható egy drónfelvétel erről a harmadik szelvényről. Három korszakot szeretnék kiemelni csak, és erről fog szólni az előadásom. Ezen a felvételen látszik egy sötétebb rész, itt volt az ispánsági várnak a sáncárka. Van egy kőépületünk, amit teljes egészében feltártunk, egy kaszárnyi épület, és van egy oszmán palota épület, ami a kutatási területnek a déli részére koncentrálódott. És hát itt látható nem csak a művészetnek a macskája, Miklós, hanem az előtérben az ispánsági vár sáncárkának egy részlete, amit lehet látni, hogy pont a szelvény szélén mélyül. Említettem előbb, hogy két részből állt a vár sziget, és ez tulajdonképpen a középső részen egy volt az ispánsági várnak a sáncárka. Ez megint az ispánsági vár sáncárkának a széle. Ez itt már egy mélyebb szakaszt tudtunk feltárni, durván 4 méter mély, és ezt szemből is meg lehetett örökíteni ezt a részletet. És hát itt lehet látni az áraknak a mélységét, ami már kezd kibontakozni. Itt a oszmán palota látható, itt pedig a kaszárnya épületnek a feltárása zajlik. Itt már elindultunk a vízhatású rétegeknek a feltárásában, és a nyugati profil látható kollégáim, akik végezték a feltárást, illetőleg itt jelen esetben dokumentálnak, és hát itt lehet látni a 6,6 méter mély sáncárkot, ahol még a polgármester is lelátogatott, emlékszem, egy decemberi napon, Bakancsban. Tehát egy izgalmas és számára is azt hiszem maradandó élmény volt. Ez az alja az ároknak, tehát egy 6,6 méter mély és kb. 15 méter széles árok védte az ispánsági várat nyugat felől, és de különböző számok láthatók itt, amik különböző rétegeket jeleznek, és különböző hétköznapi leleteket találtunk ezekben a rétegekben, ezek bronzkori cseréptöredékek, amiknek azért van jelentősége, vagy lesz, mert kiderült, hogy ezt nem tudtuk eddig, hogy az ispánsági várat megelőzően már a bronzkorban építettek itt egy várat 3500 évvel ezelőtt, tehát ez a trójai háborúkat megelőző, két évszázadon megelőző időszak, amikor ugye Szónokon is épült egy nagyon jelentős erődítmény, csak itt Homérosz nem itt élt, és nem ezt énekelte meg, és ez feledésbe merült, és egyet biztosan állíthatunk, hogy akkor még nem Szónoknak hívták ezt a helyet, mert ugye Szónok ispán majd csak a 11. században
alapítja meg a vármegye és a ispánság központját itt. Ezek hétköznapi bronzkori töredékek, amik régészetileg egyébként nagyon fontosak, ez egy névvándorláskori időszak, ami azt mutatja, hogy a bronzkort követően már a névvándorlás korában is megszálltak itt bizonyos névcsoportok, és vannak árpádkori leletek is, hiszen a másik nagy korszaka a várnak, az árpádkorhoz kapcsolható, nevezetesen szólnok ispánhoz. És hát a hétköznapi leleteknél maradva találtunk érzékenyebb leleteket is, ez egy 13. századi bőrcipő, ami juh és kecskebőrből készült, és hogy mivel a művész szerepen vagyunk, azért ők a hétköznapi viselet is, tehát használnak is a szépre törekedtek, függőleges bemetszésekkel díszítették a boka táján ezt a cipellőt. Oldalt fűzős cipő volt, tehát nem a lábfejem volt a fűző lyukak, hanem oldalt. Aszimmetrikus talpa volt neki, és találtunk különleges leleteket is, például ez egy tatár lelet, a mongol invázióhoz köthető, ekkor pusztul ez az ispánsági vár, és ilyen leletek, értek hasonló leletek az Aranyhorda fővárosában, Új-Szerájban találhatók szép számmal, és egyértelműen a mongol invázióhoz köthetők ezek a leletek. Találtunk itt bronzkori cseréptöredékeket is, illetőleg bronzkori objektumokat. Ez egy gödörnek egy részlete, ami bronzkori cserepeket tartalmazott. És itt a harmadik szelvénytől északabbra volt a hetes szelvény. Pontosan a grafikai műhely, ahol fogunk menni majd ebédelni, annak a helyét is feltártuk, és ott is találtunk érdekes leleteket. Itt látható a grafikai műhely helye, amikor ugye régészeti leletek vannak feltárva, és ebben találtunk bronzkori urnákat is, tehát itt a bronzkori népek nem csak éltek, hanem itt is haltak és temetkeztek, és hogyha ezeket a környékeket összeállítjuk, akkor lehet látni, hogy két gyönyörű bronzkori urna, ami a Vatya kultúra névre lett elkeresztelve, is összeállítható a régészeti leletekből. A lényeg az, hogy a legelső vára, a bronzkori és 11. századi Szolnok ispánhoz köthető vára Szolnoknak a Vársziget keleti részén rekonstruálható, itt a régészeti szelvényünk, ezekben a pontokon tudtuk azonosítani, a többit pedig talajmechanikai fúrások alapján, tehát ez egy kisebb 1,8 hektár területű földterület volt, amit körbevette ez a sáncrendszer, ez a háromszög alakú sáncrendszer. Ez durván, tehát kevesebb, mint egy harmada a nagy kora újkori várnak, ami kb. 6 hektár kiterjedésű volt. Alul találhatók a bronzkori sáncok, és amikor Szolnok ispán az 1040-es évek közepén idejött, akkor tulajdonképpen ezt fejelte meg egy 2 méter magas kazettás rendszerű faszerkezetes várfallal, és körülbelül 5 méter magas volt, 5,5 méter magas volt ez az ispánsági várnak a fala. Ezt több nézetben is elkészítettük, ezt a rekonstrukciót. Ilyen kazettás rendszerű fa konstrukciót hoztak létre, amit földdel feltöltöttek, és így alakult ki ez az ispánsági vár. És hát elkészítettük a 3D rekonstrukcióját is ennek a várnak. Tehát durván 1000 évvel ezelőtt, vagy közel 1000 évvel ezelőtt ilyen látványt fogadhatta az akkor Szolnokra látogatókat, az ispáni palotával, rotundával és a bent található épületekkel. És a vár, nagyon érdekes, hogy a várnak a tornya, a bejárata, a kaputornya ugyanott volt, ahol most voltunk a várkapu látogató központnál, tehát az a része a várnak nem változott 1000 év alatt sem. És hát most ugrunk az időben a 16. század közepére, amikor 1550-52-ben felépítik azt a királyi végvárat, ami arra hivatott, hogy megállítsa a török előrenyomulást. Ez nem sikerül neki, mert 10 napostom után Szolnok elesik, de Szolnok betölti a feladatát, lelassítja a török előrenyomulást, és ez a 10 nap a törököknek Eger ostrománál nagyon fog hiányozni. Nem véletlen, hogy ekkor Egert nem is tudják elfoglalni, mert ugye jön a hideg, Kászin napja, utánpótlási nehézségek támadnak, és Eger megmenekül 1552-ben. És nem véletlen, hogy amikor 1596-ban a törökök egyből Egert kezdik támadni, el is foglalják 3 hét után. Akkor már nincs Szolnok, akkor már Szolnok török kézen van. Tehát Szolnok
A Gárdonyi Géza által megfogalmazottoktól eltérően nem árulók voltak, nem voltak gyávák, ellenálltak, kitartottak, amíg tudtak, és ez a vár ellátta a feladatát. És hogyha hozzáveszünk azt, hogy az itt élőket, tulajdonképpen a várvédőket 1552-ben egy kiütéses tifusz nevű betegség támadta meg, közvetlenül az ostrom előtt 3 héttel, amikor az 1400 főnyi védőrség 600 főre olvadt, ezt leírja a várkapitány, tehát kevesebb, mint a felére, ezek a katonák hősök voltak, hogy így kitartottak. És időközben azt is sikerült megalapítanunk, hogy a nyugati várfal, palánk szerkezetű várfal nem készült el teljesen, tehát a fa oszlopokat beállították, de a földfeltöltést nem kapta meg ez a várfal szakasz időhiányában. Tehát ez egy félkész vár volt, és kevesebb, mint fel annyi védőrségvédelmi elő volt írva, tehát ők igazi hősök voltak, a szolnoki katonák ellátták a feladatukat. Az más kérdés, hogy ez mire volt elegendő, arra elegendő volt viszont, hogy Eger megmeneküljön. A Szolnok már nem is tudott. A lényeg az, hogy ekkor épül fel ez a kaszárnyi épület, amit fekete vonallal kiemeltünk. Ez az épület, ez egy magasságmodell, szintén erről a harmadik szelvényről szól. Nagyon fontos, hogy ez az épület se készült el egyébként az oszmán ostromig, majd az első lakói az oszmánok lesznek. Durván ez egy háromszintes épület volt, mi az alaksort tártuk fel teljesen, itt látható a felmenő falazat, ami a földszint volt, és valószínűleg egy emetet is szerettek volna építeni, amit majd a törökök építenek fel ennek az épületnek. Amit mi megfogtunk, az is izgalmas, ez egy 4 méter magas falszakasz. Lehet látni, hogy tégla alapozása van az épületnek, és négyszögletes kövekből építették fel a felmenő falazatát, és méterenként ilyen gerendabázas szerkezetet építettek bele a falba. Most ugye vasat építenek be, vas betonról beszélünk, akkor ez a rugalmasságot a fa gerenda koszorú adta ezeknek a kőfalaknak. Itt lehet látni egy gerenda fészeknek a maradványát, és a déli oldalon volt ennek a kaszárnya épületnek a bejárata. A törökök, amikor elfoglalják Szolnokot, ők fejezik be ezt az épületet, egy cölöpökből, korokból álló alapozást készítenek a középen levő traktusosztó falnak, ezt tudtuk feltárni az ásatáson. Itt lehet látni a fal szövetnek a rajzát, és itt lehet látni a rekonstrukciát ennek az épületnek, ami a török ostrom idején ebben a fázisban volt ez az épület. És ettől közvetlenül délre található az az izgalmas oszmán palota épület, amivel szeretném majd zárni az adásomat. Ez az épület agyagtéglafalakkal épült, nyers agyagtéglafalakkal. A törökök már ismerték nyilván a kiégetett téglát is, és használták is, de ez egy teljesen archaikus, ázsiai építési mód. Aki elmegy Törökországba, még most is találhat ilyen agyagtéglafalazatú épületeket. Itt lehet látni az épületnek az alaprajzát. Ennek az épületnek itt húzódik az északi fala, ez a nyugati fala. Kelet és dél felé még folytatódott, ez pedig a traktusosztó fal, tehát körülbelül még egyszer ennyi húzódhat most a járda, illetve az úttest alatt. Ezt már nem volt lehetőségünk feltárni. A magasságmodell. És hát igen, hogy milyen lehetett ez az épület. Törökországban, Bursában található egy hasonlókorú épület, amin lehet látni, hogy ez is egy két traktusú épület. Van egy északi traktus, ahol a szobák helyezkednek el, és van egy déli traktus, ahol pedig a szofának nevezett, mi azt mondanánk rá, hogy tornác, vagy lodzsa, ami délfelé teljesen nyitott volt. És van egy másik török épületünk, ez Tekirtákban a Gencs Aga háza. Ez is látszik, hogy északi traktus szobák, ez a földszinti rész. Van ez a nyugati rész, ez nagyon érdekes, mert itt volt a toalett, és ez az emeleti résznek az alaprajza. Ezek álló épületek, a törököknek van egy fél tucat ebbe a korszakba sorolható épületük. A többi az leégett, elpusztult, vagy túl restaurálták, és ezért elveszítette műemléki jellegét. És ez alapján tudjuk a szolnoki palotaépületnek az alaprajzi rekonstrukciót is elkészíteni.
lehet látni, hogy a 40%-át tártuk fel, itt megtaláltuk a toaletnek az emésztőgödrét, nagyon értékes leletekkel. Volt tőle északra egy fa, egy deszkafalal elválasztott szagelszívó fülke, itt volt a bejárata. Feltártunk egy nyugati termet, egy középsőt, és itt tulajdonképpen az ásatáson azonosítottunk már egy KH-s termet, ami a keleti része, keleti szobája lehetett az épületnek, és itt van a rekonstrukcióban a tornáca és az előtte levő lépcsőnek a lépcsőfeljárónak a maradványa. Nagyon érdekes, hogy ez a 16. század második felére keltezhető, és a 17. században átépítik az épületet, KH-kkal látják el a szobákat, illetőleg egy konyhát hoznak létre a középső traktusban, és egy nyílt tűzhelyet, és ez utána leválasztanak a tornázból egy kisebb szakaszt. Ugye ez a földszinti rekonstrukciója az épületnek, és a zölddel jelzett ponton pedig egy palánkfalat tudtunk feltárni, ami azt mutatja, hogy ezt az épületet a váron belül még egy fal övezte, és nem véletlenül gondoljuk, hogy a szolnoki Szandzsákbének a rezidenciája lehetett ez az épület. Tehát ide akárki nem jöhetett be. És ez az emeleti résznek a rekonstrukciója. Ezeknél az épületeknél van egy hierarchia, lent a műhelyek, raktárak, tárolóhelyiségek találhatók, az emeleti részen pedig a lakószobák. A 3-as, 4-es számú a lakószoba, ugye ott is fönn a tornác, és délfelé volt nyitott, és pontosan a szembelevő, a vár déli falán elhelyezkedő dzsámira volt tájolva az épület. És néhány kép az épületről. Lehet látni, hogy az alapozását nem földbe mélyítették, hanem a felszínre rakták, tört kőből és tört téglából van alapozva, amit agyaggal fogtak össze. Ez nyugat felől van fotózva. Itt van egy 19. századi gödör, ami átvágja a palotának az egyik helyiséget. Tehát nagyon érdekes és különleges épület. Magyarországon senki nem tárt még fel ilyet, tehát ez a Szolnok az oszmán építészben egy nagyon fontos helyet foglal el, ez az épület is mutatja. És maga a nyers agyagtégla falazat is nagyon különleges, ilyen épületet se tárt fel senki. Mi is annak köszönhetjük egyébként, hogy fel tudtuk tárni, hogy reggel 6 órakor fotóztunk általában, amikor a templomtoronynak az árnyéka még nem volt benne a régi szerti szelvényben, és páralecsapódás volt, és a páralecsapódás előhívta a fugákat. És itt jöttünk rá, hogy nem egy vert agyagfalról van szó, hanem egy agyagtéglákból, nyers agyagtéglákból épített falból. Az alapozásának az északi oldalát, külső oldalát kővel és gerendákkal támasztották meg. Ahogy említettem, ez egy felszínre épített épület volt, tehát nem a földbe süllyedt az alapozás. Ez azt jelenti, hogy kiemelkedett a környezetéből ezáltal az épület. Itt lehet látni a gerendának a lenyomatát, amit vasszöggel ütöttek át az előtérből. És itt lehet látni ezt az izgalmas falazatot, amiről beszéltem, ezt az agyagtégla falazatot, amiben gerenda váz futott körbe, és ezt a gerendának a lenyomatát is meg tudtuk találni a falban. És amikor kibontottuk, lehetett látni, hogy tulajdonképpen körbeköpenyezték ezzel a nyers agyagtéglával a külső és a belső oldalát. Itt látható a gerendának a hűlt helye tulajdonképpen, ami időközben elenyészett. És nem tudom, mennyire látható, de hogy lehetett ezeket a fugákat felfedezni, ezek a kis világosabb csíkok a fugák. Nem tudom, érzékelhető-e. Mi ezt úgy tudtuk kibontani, hogy mindig permeteztük a falat, nedvesen tartottuk, és amikor nedves volt, akkor ezeket könnyebben lehetett azonosítani. És hát több padlószintet is feltártunk ebből a palotából. Tehát látni a 17. századi padlószintet, alatt egy égett réteg volt. Ez a rekonstrukciónk szerint bizonyára, és a pénzérmék, benne tartó pénzérmék datálási értéke szerint 1595-ben, amikor Szolnokot ostromolták a keresztény csapatok, és megpróbálták visszafoglalni sikertelenül, akkor leégett ez az épület, és ez a vastag égett réteg ezt mutatja. És hát a 17. századi tüzelőberendezések és fűtőberendezések, amikor ugye funkciója megváltozik a palotának, és a földszinti részeket is lakják, és hát nyilván, ha lakják, akkor fűteni kell. Itt lehet látni az egyik KH-nak a tüzelőfelületét, a mellette levő konyhának a nyílt tűzhelyét, és talán itt is lehet látni, hogy a keleti szobának a
kályhája is látható, és egy ilyen szemes kályhákkal fűtötték, ez az omladékról készített fényképfelvétel látható. És hát a keleti szobának a kályhája, ami a nyílt tűzhelyre nyílt, tehát mivel nem volt füstelvezetés a kályháknak, ezért a konyhából távozott a füst a kályhából, és a konyha pedig nyilván mi ott sem volt kémény, az ajtón keresztül tudott az egész épületből távozni a füst. Tehát egy nagyon érdekes füstmentes szobákat tudtunk azonosítani, és konyhát. És találtunk érdekes leleteket is, és unikális leleteket is, ez egy kard az északi traktusban, és találtunk egy sárkányt is. Ami egészen különleges tárgy, pillanatnyilag egyedülálló, az oszmán birodalomban sem találtunk párhuzamát. A stíluskritikai alapon a közép-ázsiai műhelybe készültett a mai Irán területén ez a tárgy, és a Selmut közvetítésével kerülhetett az oszmán birodalomba, és onnan pedig a keleti az északi határára, a szolnoki Szandzsák-bégnek a palotájába. Beszéltünk művészekkel, és úgy néz ki, hogy Barát Fábián ezt el fogja készíteni, az most megtekintett sétányon lesz majd bemutatva ez a sárkány. Nyilván ez egy kismetű tárgy, de úgy néz ki, hogy egy olyan másfél-két méteres nagyságú fogja a Fábián elkészíteni. És hát milyenek a párhuzamok? Hogy említettem, Kis-Ázsiában vannak ilyen jellegű épületek, ahol gerendavázas, kőalapozású és agyag-téglafalazatú épületek állnak napjainkban, nem olyan jó állapotban már, és hát ismerve a török műemlékvédelmet, ezek talán az utolsó fotók, amik még megmentik ezeket az épületeket, megőrzik, és ez alapján tudtuk elkészíteni mi is az épületnek, a szolnoki palotának a rekonstrukcióját, ez az alapozást mutatja, amit ugye feltöltenek, utána kap egy favázas szerkezetet, favázas merevítést, ezek tartják tulajdonképpen a falakat és az emeletet. Ezt feltöltik a nyersanyag téglafalakkal, és így készül el az első emeletnek a gerendarács szerkezete, és a következő szint. És hát itt néz ki egy hasonló szerkezetű palota épület Törökországban, ez Bursában áll ez az épület, ez pedig a Márvány-tenger északi partján Tekirtákban. És a szolnoki palota épületnek a rekonstrukciója ilyen látványt nyújthatott 500 évvel ezelőtt, és hát nagyon érdekes, hogy Vatai Ferencnek, akit 1602-ben került török fogságba, és többek között Temesváron is raboskodott, elkészítette Temesvárnak a látképét is, és itt látható egy ilyen épület, amit Szolnokon feltártunk, Basa háza néven fut. Lehet látni, hogy ezt is egy palánkkal vették körbe, ugyanúgy, mint a szolnoki épületet. Lehet látni a középlépcsős lodzsa, ami az emeletre vezetett, és itt ez a faszerkezetes tornác a tetővel. Én voltam Temesváron 2 éve, természetesen ismerik ők is ezt az ábrázolást, de mondták, hogy fogalmuk sincs arról, hogy hol van ez az épület. És hát néhány mostani kép Boszniából és Szerbiából hasonló favázas szerkezetű épületek, illetőleg ezek korábbi ábrázolások. Tehát nyilván ez az épülettípus ez elterjedtebb volt akkoriban, és csak kevés maradt meg belőle, Szolnokon is ugye régészetileg tudtuk csak azonosítani. És milyen volt a belső tere ezeknek a szobáknak, az emeleti szobáknak? Ezeket kandallóval fűtötték, illetőleg kályhákkal, és beépített falfülkék sorakoztak a falban. Itt lehet látni egy rekonstrukciót Törökországból, Bursából. Itt lehet látni, hogy milyen díszítettek voltak ezek a fali fülkék és a beépített szekrények. És ez alapján készítettük el a szolnoki palotának az emeleti szoba rekonstrukcióját. Ez a keleti szobának a rekonstrukciója kandallóval és ezzel a beépített szekrényel. Több nézetből is látható. Mögötte van ugye a kaszárnya épület, ahol a Bégnek a fegyveres kísérete volt, előtérben a palota épület,
És volt egy másik kályhás terme ennek az emeleti szobának. Ezeket a kályha töredékeket egyébként megtaláltuk az ásatásokon, illetőleg a szónoki vár Tisza partján gyűjtötték össze az érdeklődő, nyitott, kutatásra vágyó átlag emberek, akik ezeket bevitték a múzeumba. Ezek úgynevezett Miskolci Mihály típusú kályha csempék, és ebből tudtuk rekonstruálni azt, hogy tulajdonképpen gömöri fazekasok által készített csempék díszíthették ezt az épületet. Egy nyilván a bekerített részen egy előkert volt, azt ilyen virágokkal díszíthették, és hát itt van a szolnoki kutatásnak, a régészeti kutatásnak az eszenciája, a művészi eszenciája. Rékasi Eszter, a másfél hete elhunyt Rékasi Eszter készítette ezt, és nagyon nehéz megszólalni, hiszen nagyon korán ment el Eszter. Ez az ő munkája, és a bronzkori vártól indul a gyökérszintje ennek az egésznek, a törzs a magyar középkor, templomokkal, illetőleg keresztek jelzik, ez körmeti keresztek, a tatár lehet is itt van, a lomb szinten megjelenik a korójkori vár, a építő várkapitánya a Zai Ferenccel, a török foglalás, dzsámival, palotával, a sárkánnyal, és a Rákóczi kor, amikor nagyon sok ágyugójót találtunk, ez Eszter alkotása, régészet, művészet, kézművészet, művésztelep, ezek ilyen szinten kapcsolódnak egymáshoz. És megjelent egy könyv is az elmúlt évben, amiben összefoglaltam a régészeti kutatásokat, és hát itt van a torony, ahol voltunk, Álmosdi Árpád fotói, és ezzel köszönöm meg megtisztelő figyelmüket.